hello, sziasztok! Egy nagyon gyors kis vlog bejelentkezésem lesz most. Tudom, rég volt videó, meg minden, szokás szerint. Már lehetne ez a második nevem, hogy rég volt videó, mert mindig így kezdem a videóimat. De az a helyzet, hogy ugye nyár van, és ilyenkor van a születésnapunk Mikivel. És ilyenkor mindig sok idő elmegy azzal, hogy ajándékokat készítek, készülök a barokkesküvőre, ami szintén ilyenkor telt van, és most még közben jött az is, hogy ma lesz az országos magyar gótikus találkozó, úgyhogy szépen fel vagyok öltözve, rajtam ilyen nagy abroncsos szoknya, de még nem vagyok teljesen kész, úgyhogy azért rohangáztak itt föl alá, mint egy mérgezett egér, mert össze kell gyűjtenem azokat a cuccokat, amiket viszek, mert ez egy ilyen piknik jellegű cucc lesz elvileg a Margit szigeten a romoknál, és vinni akarok plédet, meg ilyen apróságokat, fényképezőt, úgyhogy próbálok egy kézzel pakolászni, mert mindjárt jönnek értem Mikiék. Fogok majd szerintem videót csinálni ott, helyszínen. Hát igazából én nagyon parázok, úgyhogy nem tudom mennyire hallatszik, de remeg a hangom konkrétan, mert most csak elemet rakok be. Igen. Szóval ugye a szociális fóbiám az még mindig jelen van, és egy találkozón meg valószínű, hogy beszélgetni is kellene valakikkel, valakivel, úgyhogy szerintem itt szét fogom parázni az agyamat, mert sok olyan ember kell lesz ott, akit hát így ismerek, mondjuk úgy, hogy ismerek, mert ugye van, akinek blogja van, valaki vlogol is, és hát őket már látásból ismerem, Facebook, blogok, stb. Úgyhogy lehet, hogy velük majd kéne dumcsizni, vagy ismerkedni, vagy valami, még nem tudom. Úgyhogy, ja, ez így nekem eléggé para, de megpróbálok ezen most túllendülni, mert hát ugye ők is hasonló stílusúak, mint én, úgyhogy szerintem nem kellene ennyire aggódnom emiatt. Kutyaitató, mert visszük Lunát is, csak egy kézzel nem fogom tudni kinyitni és feltölteni, úgyhogy gondolkodok, hogy mi kell még. Igazából még semmit nem pakoltam el, meg lehet, hogy hazafele BKV-val jövünk, úgyhogy össze kell szednem a kutyának az oltási papírjait, meg minden nyavaját, tudjátok. Egyébként vicces, hogyha állattal vagy kutyával mész valahova, akkor annyi cuccat el kell vele vinni, hogy hihetetlen, mint hogyha nem is tudom, nekem ez nagyon fura. Na mindegy, most szerintem inkább leteszem a kamerát, mert egy kézzel rohadtul nem boldogulok. Majd lesznek képek, megpróbálok videózni is, aztán majd meglátjuk. Ja, és az a ruha van rajtam, ami valószínűleg a barokkesküvőn is lesz, de majd barokkesküvőről külön fogok videózni, mert tavaly is volt róla videó, és szerintem jó videó lett, és szeretem megörökíteni az ilyen barokkesküvős dolgokat, mert az nekem mindig egy ilyen nagy dolog a nyaramba. Mindig nagyon várom, úgyhogy ja. Na, akkor majd később szerintem még bejelentkezek. Sziasztok!
Sziasztok! Most értünk haza a GOAT találkozóról, és hát ott nem videóztam túl sokat, viszont szeretném akkor most egy kicsit így összegézni ezt az egész napot, mert nagyon-nagyon jó volt. Hát ugye úgy mentem oda, hogy baromira félek, hogy úristen emberek, és nekem beszélgetnem kell velük. Ez nem is az, hogy beszélgetnem kell, mert én tök szívesen ismerkednék, csak ugye félek. De nagyon jól fogadtak, tehát rögtön jöttek oda az emberek, és akkor ismerkedtek, beszélgettünk, és akkor így tök jól feloldottam. És nagyon sokan megdicsérték a ruhámat, ami nagyon jól esett, meg nagyon sokan odajöttek Lunához megsimogatni, megdicsérték őt is, úgyhogy itt is nagyon jól esett, mert hát szeretem nagyon ezt a kutyát, és örülök, hogy ennyire tetszik az embereknek, ez azt is jelenti, hogy jól választottam. És Miki is elveszte a találkozót, nagyon jó volt. Nagyon szép emberek voltak, tehát gyönyörű ruhák voltak, igaz nem sokan voltak annyira kiöltözve, mint én, de azért volt egy pár ember, aki rendesen megadta a módját ennek az egész találkozónak. És nagyon örülök neki, hogy találkoztam olyan emberekkel, akiket már ismertem a blogjuk által, mint Zsófi, Szilvi, Emmi, Tris, meg még nem is tudom ki volt, azt hiszem ennyi. Mert akiket így már láttam mondjuk Facebookon, ismerősöm ismerőse, és akkor láttam valami fotóját, vagy ilyesmi. Ott volt Hozé is, bár hozzá nem mertem oda menni, pedig már nem tudom, kb. 15 éves korom óta ismerem őt, úgy értve, hogy láttam Facebookon, mert mindig követtem a blogjait, meg a mit tudom én, szóval mindig így figyeltem arra, hogy ő vele mi történik, meg stb. Úgyhogy, ja, szerintem most így nagyjából ennyi. Nagyon elfáradtam, először nagyon meleg volt, aztán meg esett az eső is. Először csak egy kicsit, akkor így páran elmentek, hogy akkor jó, most esik az eső, mert minden. Aztán ugye kisütött megint a nap, és akkor nem sokára megint egy ilyen nagy zuhé, de az már tényleg egy ilyen nagyon nagy zuhé volt. Aztán mi eljöttünk, és most meg egy nagyon brutális eső alakult itt most ki, tényleg így, mint a dézsából öntenék, úgyhogy még jó, hogy eljöttünk, meg igazából miután már elmentek a vloggerek, stb. Azután már nem igazán láttuk értelmét, hogy ott maradjunk, mert igaz, hogy ismerkedtünk emberekkel, egy-két emberrel, de annyira nem, hogy most akkor miattunk még maradjunk, viszont tényleg nagyon jó volt az egész, és nagyon örülök neki, hogy a szociális fóbiám ellenére ilyen jól viseltem ezt a dolgot, mert tényleg én arra számítottam, hogy majd oda megyek, és akkor így tök messzire elülök valahova, és akkor majd onnan figyelem az eseményeket így távolról, de nem. Fotókat nem tudom, hogy most így a videóba be tudok-e vágni. Olyan sok fotót mi nem készítettünk, viszont szinte mindenkinél volt kamera, meg fényképező, úgyhogy nagyon sok kép lesz szerintem. Volt ilyen nagy csoportos fotó is, nem is egy, úgyhogy hát remélem azt is majd készhez fogjuk kapni, és akkor meg tudom nektek azt is mutatni. Bár nem hiszem, hogy ennek egy külön videót fogok szentelni, úgyhogy esetleg blogomon vagy a YouTube-os Facebook csoport, vagy Facebook oldalamon megosztom, vagy valami ilyesmi. Majd figyeljétek a dolgokat. Úgyhogy szerintem most el is búcsúzok. Nagyon elfáradtam, én elég korán keltem ahhoz képest, hogy mikor feküdtem, mert még tényleg a szoknyámmal bíbelődtem az utolsó órákban is, és itt a lefekvés előtti órákban. Úgyhogy, ja. Sziasztok!